A BEM József általános iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti öntudat erősítésére, a hazafias nevelésre. Az intézmény is pályázott a Honvédelmi Sportszövetséghez, az aktív kötődést kialakító köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő iskolai programok támogatására. Az iskola közel 500 000 forintos támogatásból tematikus hetet szervezett. Az elmúlt napokban a Honismeret a hazaszeretetre nevelés kapott központi szerepet. A programsorozat keretében hétfőn akadályversenyen vehettek részt a gyerekek, amely nagyon izgalmasra és mozgalmasra sikeredett. Ezt követően honvédelmi vetélkedőt tartottunk a március 15-e szellemében egy picit, illetve az erkölcsi nevelés, hazafias nevelés is hangsúlyt kapott. Rajzversenyt szerveztünk a gyerekek részére, illetve egy sportdélelőttön vehettek részt a gyerekek, és még vár egy meglepetés a tanulóinkra, hiszen március hónapban még egy nagyszabású katonai bemutatót szervezünk, ennek az időpontja még egyenlőre titok. A változatos programokon az iskola tanulói pedagógusai is szívesen, lelkesen vettek részt, így a honvédelmi hetet a jövőben hagyományként kívánják folytatni a BEM-ben. Nagyon tetszett ez a hét, részt vettem a honismereti vetélkedőn és a játékos sportversenyen. Csütörtök délelőtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek az iskolában, a hetedikesek ünnepi műsorral készültek. Az örökké való Istennek nevében, ki az igazságot védi és megbünteti az árulást, fegyverbe szólítom fel a nemzetet, szegény magyar hazánk megvédésére. Aki nem akar hontalan vándorkoldussal lenni, akinek szívében a becsületnek, a hazafiságnak legkisebb szikrája ég, az fel fog kelni Isten és a haza nevében. A diákok felidézték az 1848. március 15-i eseményeket, elhangzott a 12 pont és elszavalták a nemzeti dalt is. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszol! A megemlékezés után az iskola udvarán található BEM szobornál koszorúztak, az ünnepségre nyírteleki hagyományőrző huszárok is érkeztek.